Sziasztok! Sziasztok! A mai videóban ilyen a Fresh Cats-nek a golyópályáját fogjuk nektek bemutatni. Igen, végre elkészült. Hát nem azért, de jó pár órán keresztül raktuk. Egy napig. Igen. Kicsit hasonlít így a Legóhoz. Van hozzá egy útmutató, az alapján kell kirakni így a pályát, és hát láthatjátok, hogy jó hosszú útmutatója van. Szerintem 3000 forintot simán megér, mert nagyon jól el lehet szórakozni vele, és itt vannak a már kiszedett pálya elemek. Az a kettő azért van ott, mert még adtak pluszban ilyen összekötő pálya elemet. Szóval összességében nagyon-nagyon sokat dolgoztunk vele, de szerintem megérte. És akkor át is adom Olivernek a szót, hogy bemutassa innen. Várjunk egy picit! Ez szerintem 3000-t elég jó ár, mert de nagyon kidolgozott, és mire ezt kitalálta valaki. Igen, annyi, hogy jó sok időbe tehetett megrajzolni, megtervezni az útmutatóját is. A tartóságáról nem tudtunk még nyilatkozni, nem tudom, hogy meddig fog ez állni, de... Nem tudom, hogy talán még... Oda állsz mögé, és akkor azért annyira nem vézna, mert a mi műanyag golyópályánk ennél sokkal instabilabb. Most nem tudom, hova ment Olivier, de addig is így mutatom nektek a... ahhoz egy szalagot. Hogy milyen magas. Milyen magas? Meg méred? Én 142 vagyok. És ehhez képest? Hát ez egy 35 centi magas. Én 143 centiméteres magas vagyok. És a hosszúsága az körülbelül 60 centiméter. 60 valahány centiméter, szóval egész. Én 140 centiméter vagyok, úgyhogy kb. Hát ez még kb. A negyedes sincs nekem. De azért elég nagy, ha nézzétek! Oda áll Olivér. Ideig ér nekem, pont, hogy belelóg még egy picit a rövid nadrágom. Igen. Igen. Jó. Na akkor mutassuk be az elejétől. Ez itt maga a... itt inne a kilövőhely. Igen, azt úgy oldották meg a kilövést, hogy így hátra lehet hajtani, és akkor, amikor kilőjük, akkor csak ennyit csinálunk. És ott a QR kód, az mire való, Olivér? A QR kódot be lehet olvasni, és akkor mindent meg is mutatom. Ja, te a magyar mobilon van? Nem baj, szívem, mondd el csak. Lehet ilyen alkalmazást letölteni a Google Play-ről, Google áruházból, és akkor be QR kódoljátok, és meg lesz a pálya a játékban nektek. Hát Apple-re is lehet tölteni. Apple-re is, de Samsung, Galaxy, minden. Nekem amúgy azt tetszik, hogy annyira életűen kidolgozottél, mint hogyha ott igazi homok vagy ilyen kavicsos része. Vagy egy olyat választok, amit még nem láttak a többiek, mert ezt összör feltöltjük a másiknál. Úgyhogy az előző videóban például volt ez. Jó, de várja, még mutassuk be a pályát magát. Itt szerintem felcseréltük, mert nyilván nem visszafelé mutat, hanem arra kellett volna mutatni. Mindegy. Ja. De nem baj, itt van egy elágazás, ahol a golyók kétféle úton mehetnek tovább. Vagy mennek a hosszabb úton. Hát nem biztos, hogy hosszabb, ez az utcai verseny, és ez oda a dupla, de a spirálhoz vezet. Vagy mennek a Homok király pálya felé, és akkor azon keresztül jutnak el ehhez a spirálhoz. És a spirál onnantól kezdve már lefelé jön. 20. Mit mérsz? 28, 32 és 28, az 50, akkor ez így 50 cm, és ez? Ja, leméri, hogy itt a dühöngő út. 32, meg 10, 42, 42,
62. Úgyhogy ez a hosszabb, ez 50, 50 volt? Igen, az 50 volt, ez meg 62. Jó, lehet, igazad van. Úgyhogy... Amikor bejönnek a golyók, akkor itt meg... Mindenki legyen mérőszalag. Jó! Elgurult. Szóval, amikor beérkeznek a golyók, akkor így egy kis zászlót, vagy egy ilyen kis papírrészt felnyomnak, és akkor fellendül a zászló, és ott látható, hogy ki hanyadik helyezést érte. Érte el. Szerintem be is mutathatjuk. Milyen, melyik négy golyó legyen az? Olyan, amit az előző videóban mutattuk be, mert akkor eláruljuk a többiáknak. Igen, Letti már volt. Paps is. Red. Ő is volt, igen. Meg Donald. Jó, na, közben itt mi már bontogattunk. Majd akkor ezt az a videóban feltöltjük. Ja. Na. Ki az első? Ki van itt? Paps. Paps. Második. Helyről kiindul. Letty? Worms. Worms és... Donald és... Donald. Ő kicsoda? Red. Red. A retek. Red. Na jó, akkor indulhat a kilövés. Kilövette őket? És ki lett az első? Az első az a red. A második. Red. A második. Donald. Harmadiknak Worms. Igen. És a negyedik lett, sajnálatos módon, Paps, a paprika. Paps, nem baj. Még egyet indítsunk? Igen. Na most ki lesz? Az első... Paps? Paps. Igen. Nem Paps. Red. 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 A retek. Paps. A paprika. Második. Harmadiknak Donald. Igen. És negyedik, sajnálatos módon, Worms. Worms. Na, indítsunk még egyet? Igen. Most indítsunk kettőt. Ja. És ki fog győzni? Te kivel leszel? Én szeretnék Reddel lenni, ha lehet. Reddel? Red a retek. Én leszek Donalddal. Jó, akkor... Az égi kilövésnél Red és a padlizsán. Donald, kacsa. Hű, én vagyok az élel. Tényleg? Igen. Donald nyert, és itt van a retek. Na, még egy visszavágó. És Red vesztett. De most én nyomom fel. Rendben. Igen, legyen Red. Én nyerem? Ügyes vagy vissza. Akkor most a retek is visszavágott. Ügyes vagy visszavágó. Vagy visszavágyó. Visszavágyó, igen. Amúgy érdekes módon ezeket az elem összekötőket egy ilyen kis híddal oldották meg. Szóval tényleg nagyon egyszerű volt és könnyű összerakni, csak időigényes. Indítasz még egyet? Igen, mind a négyet. Jó, itt a célból. Bár nézd. Jaj! Hoppá! Jaj! Hova sietsz? Jó, akkor lett az első. Most nézd ezzel. Így. Azzal is lett, igen. Na, nagyon kilátos az első. A másik, vagy harmadik, vagy negyedik. Ó, az majdnem kiugrott. Na, mindig Red nyer. Red a retek, utána Paps a paprika. Donald. Hogy az a felállás, mint előbb? A padlizsán. Hogy az a felállás, mint az előbb? És az utolsó lett. Ő kicsoda? Worms. A répa. Szóval, így néz ki ez a... Ez a versenypálya. Ez
szabadságra vár. Ennyi lett volna ez a videó, köszönjük, hogy megnéztétek. Ha tetszettek, lájkoltok és iratkozzatok fel. És hamarosan érkeznek az új bontogatós videók. Igen. Sziasztok! Sziasztok!